Budapest tele van szobrokkal, de akad köztük néhány igencsak különleges, melyekhez babonák, történetek kapcsolódnak. Most ezekből mutatunk néhányat. Ezen a környéken már nagyon sokat jártam, de az az igazság, hogy nekem ez a szobor új. Még sose láttam, de nem is annyira egyszerű észrevenni, ugye? Hát így van, mert ezek ilyen mini szobrok, és ez pont az a felfedezés öröme is benne van, hogy az ember nem egy ilyen patetikus nagy szoborral találkozik, hanem valami kis kedvessel, amihez így sokkal könnyebb viszonyulni, és olyan jó ránézni. A története a New York palotához kapcsolódik, ugyanis a New York palota 1897-ben nyílt meg ezzel a fantasztikus és csodálatos kávéházzal, és az akkori időknek a bohémjai és az éjszakai életnek a kedvelői azok rögtön így birtokba vették, és boldog duhai estéket töltöttek el a kávéházban, és a legenda az azt mondja, hogy Molnár Ferenc volt az, aki az írók vezéreként egy ilyen átmulatott teste után azt a csínyt találta ki, hogy ellopta a kulcsot, ugye itt látjuk a kulcsot, a bejárati ajtó kulcsát, levonultak a Dunához, és ott a Dunába dobták a kulcsot, hogy soha többet ne zárjon be a kávéház. Ennek a cuki nyúlszobornak is megvan a maga története, mi is az pontosan? Ez nem egy egyszerű nyúlszobor, hanem ez egy valóságos nyúlnak állít szobrot, tehát egy személyiséggel rendelkező nyúlnak, ő volt Károly, a Károlyi kert muszia, akit körülbelül egy ilyen 15 éve, lehet, hogy csak 12, egyszer csak egy húsvét után kitettek ide, egy kis muszi. És a parknak a gondozói befogadták, és elkezdték etetni és nevelgetni, és végül egy hatalmas nyullá lőtte ki magát. Kiderült, hogy egy belga óriás nyúl, egy sötét szürke nyuszi volt, nagy tokákkal, és itt élt a Károlyi kertben, az 5. kerületi gyerekek nagy kedvence volt, mindenki etette meg, dédelgette, és nagyon szerették, és aztán hát néhány éve sajnos elpusztult a nyuszi, és akkor szobrot állítottak neki. Itt van Karcsi nyúl utódja, második Károly, alias Tappancs. Így van, és most nagyon nagy szerencsénk volt, hogy itt van kint, mert általában bent szokott lenni a nyúlházban. Kis aranyos. Alszik. Ha valaki nem tud a következő szobornak a létezéséről, az csak úgy véletlenül nem fogja meglátni, ugyanis ennek a bérháznak az udvaránál mi most meglessük. Nekem ismerős ez a szobor. Gondolom nem véletlenül. Szervusz, édes Abigail. Szervusz, Abigail. Ugye a regény az 1970-ben jelent meg, Szabó Magdának a nagy sikerű regénye, és ebből készült egy film a 70-es években, és a filmhez kellett egy csodatévő szobor, ami játssza ezt a dolgot, hogy a lányok kis üzeneteket tesznek bele, és aztán ezek az üzenetek valahogy rejtélyes módon tényleg a kéréseik meg is valósulnak. Én készültem, itt vannak az én cetlieim és kívánságaim, akkor bedobom. Újabb állatszobor, most egy maci, róla mit lehet tudni? Hát most Budán vagyunk, és ő egy kőmaci, a kőmaci, inkább így fogalmazok, mert ez egy nagyon régen egy találkozási pont itt a környéken lakóknak, szóval a gyerekek is nagyon szeretik, és szokták kedvesen megetetni bogyókkal, meg kis levelekkel, mindenfélét oda készítenek neki a hasa alá, hogy amikor vakaródzik, akkor utána ehessen is valamit, másrészt pedig itt a környékbeli gimnazisták nagyon kedvelt találkozási pontja, és akkor lehet mondani, hogy találkozunk a kőmacinál. Ehhez a várban álló Hadik András szoborhoz is kapcsolódik egy babona, ez pontosan mi? Hát igazából nem is Hadik András a lényeg, hanem a ló, a lova. És a lónak is egy bizonyos testrésze, ami kicsit pikáns, tehát a ló heréiről van szó. Aha. És az a helyzet, hogy ezeket ki kell fényesíteni, és ez garantálja azt, hogy az ember át fog menni a vizsgáin. Mert hogy itt volt nem messze innen a műegyetemnek a kollégiuma és a várklub az 50-es években, tehát ez a háború után, és ott a diákoknak jutott ez eszébe, hogy a ló tökének simogatása, ez nagyon előnyös lesz.
akkor szerencsém lesz. Most már biztosan.